igazi gyöngyszeme tollának az egykori laktanya területe, az épület komplexum története egészen a 19. századig nyúlik vissza. Tolnára helyeztek egy huszár ezred egyik századát, a 8. huszár ezred egy részét, és ezt természetesen akkoriban szokásos módon családoknál szállásolták el. Sajnos hát ennek meglett a következménye, hogy szép fiatal férfiak és még szebb és még csinosabb tolnai lányok össze voltak zárva egy épületbe. Az akkori plébános nagyon rövid időn belül jelezte, hogy hát ez erkölcsileg nem egészen megengedhető, mert rengeteg törvénytelen gyerek kezdett születni, úgyhogy szükségeltetne egy laktanya, egy kaszárnya építése Tolnán megelőzendő az ilyen problémákat. ...1875-re fel is épült a kaszárnya a régi ferences zárda helyén, amit 3 hónapig laktak a huszárok, és utána felgyújtották, mert úgy gondolták, hogy nekik sokkal jobb családoknál, és felgyújtották az épületet. Hát gyorsan intézkedett a város és a megye, újraépítették ezt az épületet, és ez az egy század, ez vissza kellett, hogy költözzön a már tűzbiztos laktanyába. Aztán az 1880-as években jelezte a hadügyminisztérium, hogy Tolnán még 2 századot szállásolnának el, tehát 3 század jelentősen megnövekedett katonai állomány lenne elszállásolva Tolnán, aminek természetesen abban a kis, viszonylag kis épületben nem volt helye. Ekkor kezdték el megszervezni egy új laktanya építését, a beruházás viszont Szekszárdnak is jól jött volna, így éles verseny alakult ki a 2 település vezetői között, hogy kinél épüljön végül a kaszárnya. Kompromisszumok árán ugyan, de Tolna nyerte meg az építés jogát. 1892-ig lehetett pályázni, és végül az új laktanya építésének a tervét egy kassai építész, Szókop Adolf nyerte el. Utána megkezdődött a kivitelező kiválasztása, amit egy budapesti cég nyert el, és vállalta, hogy 1893-tól 94-ig, tehát röpke másfél év alatt felépíti ezt a hatalmas laktanya épületet, laktanya komplexumot, és sikerült is nekik. Sajnos a kisajátítások, terület kisajátítások során is voltak nagy botrányok, nagyon-nagyon alacsony áron vásárolták meg ezeket a földeket, a négyszögöle 2 forint négyszögöl helyett 35 fillért adtak, tehát nagyon-nagyon sok szegényebb tolnai család tönkrement ebbe, nem volt olyan nagy üzlet ez Tolnának, mint ahogy eredetileg remélték. 1894-re be is költözött 2 század, 2 ulánus század, és mint ahogy a megmaradt épületekből is látszik, akkoriban talán az egyik legszebb laktanyája volt az osztrák-magyar monarchiának. Tolna nem került el természetesen a tolnai laktanyában lakó ezredek, századok sem kerülték el az első és második világháborút. Innen indultak az első világháborúba, a második világháborúba. Sajnos hát tudjuk, hogy milyen végeredménye. Ez a laktanya akkoriban a 2 világháború között gyönyörű és nagyon modern épület együttes volt, víz és villany vezeték volt benne. Több épület nagyon érdekesen volt összeállítva, például a főépület, azt majd lehet látni, ami a főtiszti szállás volt.
emeleten volt a főtiszti szállás, WC-vel, mosdó rendszerrel rendelkezett, és külön könyvtára is volt, és a tiszteknek egy oktatási központ is volt az emeleten, míg lejjebb ugye a hadnagyok, alacsonyabb rangú tisztek számára volt szállás. A laktanya épületeinek következő fontos időszaka 1944-ben kezdődött, akkor értek a városba az első szovjet katonák. Akkoriban már eléggé rossz állapotban volt a laktanya, hol kiköltöztek belőle, hol beköltöztek a hadseregcsoportok. Az oroszok inkább nem jöttek be ebbe a laktanyába, mondjuk jobb is volt nekik, ugye helyben kényelmesebb kiszolgálás volt családoknál. 48-ban foglalták el újra, 1945 után foglalták el véglegesen ezt az épületet az orosz csapatok, szovjet csapatok, jobban mondva, miután kötelezték a községet arra, hogy felújítsa saját pénzből ezt a laktanya épületet. Aztán kivonultak a szovjet csapatok, hogy aztán 1957-ben újra hosszabb távra ideiglenesen foglalják el ezt az épületegyüttest, és akkor kezdődött meg igazán ennek az épületegyüttesnek a lerombolása, tönkretétele, ugyanis ez fehér folt volt a község életében, ide nem lehetett belátni, itt nem lehetett törvénykezni, nem lehetett megmondani, hogy hova mit lehet építeni. A szovjetek azt csináltak, amit akartak. Főként miután a harmadik hadseregcsoportnak ide költöztették a teljes üzemanyagbázisát. Ez 1989-ig tartott. Akkor két ütembe vonultak ki Tolnáról a szovjet csapatok. 1989-ben kivonult az első rész, és az üzemanyagbázis az külön még maradt egy külön felügyelet alatt, elkerítve a többi résztől. Ők véglegesen, miután kiürítették ezt az üzemanyagbázist, 1991-ben hagyták el ezt az épületet. Aztán ugye a vagyonkezelő, nemzeti vagyonkezelő vette a birtokában, és ami a városnak megmaradt, azok az épületek, azok mára mind hasznosítva lettek, és gyönyörűen fel lettek újítva. A tiszti épületből lett a gimnázium, Sztárai gimnázium, most pedig Első István gimnázium, Szent István gimnázium. Lett egy idősek otthona, lett a magház. Röviden ez a története a laktanyának. Szerencsére azokat az épületeket, amit magánszemélyek vagy vállalkozások vettek meg, egy részét azokat is nagyon szépen, tisztességesen felújították. Úgyhogy mára megint egy gyönyörű, egységes épületkomplexum lett ebből a volt laktanya épületből.